A doktor úr a sokadik kitüntetését is megszerezte, ez most egy Hevesvárosért Pro Urbe díj. Mit szól hozzá, hogyan fogadta egyrészt a felterjesztést, másrészt meg az elismerésnek az átvétele, hogyan zajlott most lelkiekben ön szerint? Én úgy gondolom, hogy legjobb ott kitüntetést kapni, ahol él és dolgozik az ember. Ha abban a közösségben gondolnak rá, és ott szavazzák meg, hogy elismerjék a munkáját, ennél szívmelengetőbb dolog számomra nincsen. Heves és Átány ez a két település, ami az én szívemhez legközelebb áll, és boldog vagyok, mert mind a két helyen ilyen elismerést kaptam most Hevesen, amit nagyon köszönök mindenkinek, és igyekszem majd a jövőben is megszolgálni a belém vetett bizalmat. Ilyenkor átrólna azért az ember fején, hogy pontosan miért is kaphat egy ilyen elismerést. Ön szerint, önértékelése szerint miért részesült ebben a díjban? Hát, ha úgy visszanézünk, én közel 30 éve dolgozom ebben a városban, ilyen őskövület vagyok a mai világban, hiszen ez az első munkahelyem, és nem is nagyon számítok rá, hogy váltani fogok. A 30 év alatt rengeteg minden történt, próbáltam családommal, feleségemmel, gyerekeimmel a közéletbe is részt venni, amellett pedig igyekeztem a munkámat mindig nagyon odafigyelve és az emberek érdekeit szolgálva ellátni. Én bízom benne, hogy akik a díjra terjesztettek, ők is ezt látják, hogy ezt a munkát én így végzem, és ezt jutalmazták a mai díjban.